Mivel rengeteg félreértés és probléma merül fel Saul, azaz Pál írásaival kapcsolatban, amire figyelmeztet is minket egyébként a Brit Hadasha, az új szövetség, hogy Saul írásait félre fogják értelmezni és nehéz megérteni. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes végigmenni egyesével a levelein és azok fejezetein, úgyhogy ezt el fogjuk kezdeni a rómaiakhoz írt levelével, és ez a sorozat erről fog szólni. Remélem, hogy mindenki hasznosnak találja majd, és halleluja! Ezzel pedig elérkeztünk a rómaiakhoz 16-os fejezethez, ami egyben a befejező fejezet is lesz ebben a levélben, és így kezdődik. Ajánlom pedig néktek Fébét, ami nénénket, ki a Kenkrábeli gyülekezetnek szolgálója. Rengeteg embert fog említeni itt Saul, és mindet nem fogjuk elemezni, azonban nézzük meg pontosabban, hogy mit is jelent Fébé és az ő neve. Strong's G 5402. Foibé. 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 Érdekes az, hogy Foibé maga azt jelenti, hogy ragyogó, vagyis fényes, és a név eredete pedig nem más, mint a... Strong's G 5457. Fosz. Fosz. Melynek jelentése fény, vagy pedig tűz. De lehet bármi, amely fényt bocsájt ki, akár egy csillag, akár tűz, akár egy lámpa, vagy egy fákja. Úgyhogy Foibé egy érdekes karakter, és ő a Kenkrábeli gyülekezetnek a szolgálója. Második versben így folytatja Saul, hogy fogadjátok őt Jehuában szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul, mert ő is sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is. Természetesen ezek az emberek úgy éltek, ahogyan beszéltek. Azaz követték a parancsolatokat, és valóban segítették egymást, és valóban szerették fel a barátaikat, ahogyan azt 3 Mózes 19-18-ban olvashatjuk, de ahogyan Jehusa a Siák szintén felhívta a figyelmünket. Így folytatja Saul. Köszöntsétek Priscillát és Aquilát, ki nékem munkatársaim Jehusák másiákban. Még ezt a két nevet meg fogjuk nézni, nézzük meg Priscillát. Strong's G 4252. Priscilla. Priscilla. Thayer's Lexicon, Related Entry. Prisca. Prisca. Jelentése pedig ősi, aki ugye Aquila felesége volt, és a Thayer's Lexicon szerint Prisca annyit tesz, mint ősi. Ebből ered a Priscilla szó. Aquila pedig nem más, mint a görög szó. Strong's G 207. Aculas. Aculas. Jelentése sas. És a Thayer's Lexicon szerint Aquila egy Yahudim volt, egy zsidó, aki egy sátorkészítő, és ugye a Nazareus útra áttért. Itt keresztényt ír, de tudjuk, hogy nyilván nem a mai kereszténységre utal, hanem a Siák valódi követőjére. És a szó jelentése pedig sas. Négyes versben így folytatódik a rómaiakhoz 16. Akik az én életemért a saját nyakukat tették le, akiknek nem csak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. Azaz, ahogy mondtam korábban, ezek az emberek nem csak beszéltek erről a dologról, hanem ők így is éltek. Ezek, akiket említ, Priscilla, Aquila és Foibé hajlandóak voltak az ő életüket kockára tenni Saulért. Ugyanúgy, ahogy Hukonon 10-es fejezetben olvashatjuk, 11-es vers, ez a Mesiák, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut,
és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem ismernek az enyém. Amiként ismer engem az atya, én ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Azaz az ő juhai ismerik az ő hangját, ismerik őt, tudják, hogy mi az, amit tőle jött, mi az igazság, és mi nem. Ez különbözteti meg az ő juhait a többi embertől. Nyilván emberekről van szó, embercsoportokról. Aki nem érti az írást, az azért nem érti, mert nem az övé. Nem ismeri meg az ő hangját. Erről beszél. Azon kívül, hogy ő a jó pásztor. És a jó pásztornak az a jellegzetessége, hogy életét adja a juhokért, és a juhok ismerik őt. Erre utal Mesiák, és erre utal vissza Saul is, még egyszer azzal, hogy kihangsúlyozza, hogy ezek az emberek valóban úgy éltek, ahogyan az írás megköveteli, és nem csak beszéltek erről. Ötös vers, és köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az ő házokban van. Gyülekezet, ugye eklézsia. Eklézsia az a szó, melyet egyébként egyházként fordítanak. Azonban ez egyértelmű, hogy ez a gyülekezet nem egy templomban volt, illetve nem egy speciális épületben volt, hanem az ő házokban volt. Ezek az emberek nem tudtak nyilvánosan gyülekezni, és a saját lakóhelyükön alakították ki ezt a gyülekezetet, ugyanúgy, ahogy ez nagyjából ma is történik. Hiszen sajnálatos, de az egyházak, illetve a templomok, ahol az emberek gyülekeznek nagyobb létszámban, azoknak igazából kevés köze van ahhoz, amit a Mesiák hirdetett. Pontosan ezért van az, hogy már akkor is a házokban gyülekeztek, és nem a zsinagógában, és nem a templomokban. Így folytatja. Köszöntsétek az én szeretett Epenétusomat, aki Akhája zsengéje Mesiákban. Ugye Akhája ugyanúgy terjesztette Mesiák hitét és a jó hírt, mint ahogy Saul. Erre utal a zsengéje, hogy ő az, akit Akhája vezetett rá erre az útra. Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott körülöttünk. Köszöntsétek Andronikust és Juniát, az én rokonaimat és fogolytársaimat, akik híresek az apostolok között, akik nálamnál is előbb voltak Mesiákban. Azaz, ezek az emberek hamarabb tértek rá az útra, és hamarabb értették meg Mesiák üzenetét, mint maga Saul, és ők ugyanúgy apostolnak számítottak, mint az összes többi. Az apostol szó Strong's G652 Apostolos Apostolos, melynek jelentése apostol, vagy pedig üzenő, üzenet közvetítő. Bárki, aki delegált, aki küldött, aki üzenetet közvetít, vagy aki bármiféle parancsal lett kiküldve. A szó töve pedig Strong's G649 Apostello Apostello, mely annyit tesz, hogy küldeni, kiküldeni, elküldeni valamit vagy valakit, általában egy rendeletet, egy parancsot, és annak érdekében, hogy ez eljusson egy megjelölt helyre, valakit elküldeni, és elzavarni, úgymond. Megengedni valakinek, hogy eltávozzon. Ez egy összetett szó, az egyik szó az apo szó, melynek jelentése egyfajta elválás jelent, valahonnan, valamiből, elválást, illetve a stello szó, mely annyit tesz, hogy elkerülni, illetve egy helyet jelent, vagy valamiféle rendet, rendszert. Ha a kettőt összehozzuk, az apostello így jön ki az, hogy egy helyről, egy rendeletről, vagy ből azzal eltávozik, annak érdekében, hogy azt közvetítse valakinek. Ezek az emberek ugyanúgy, ahogy Saul, ugyanúgy apostoloknak számítottak, akik ezt az üzenetet, a jó hírt, magát, az evangéliumot közvetítik a világ felé. 8-as. Köszöntsétek Ampliást,
ki nékem szerettem Jahuában. Köszöntsétek Orbánt, a mi munkatársunkat, Siákban, és Stachist, az én szerettemet. Köszöntsétek Apellest, aki Siákban megpróbáltatott, köszöntsétek Aristobulust, háznépéből valókat. Azaz sorolja föl azokat az embereket, akiknek köszönetet mond, és akiket hozzájuk küld majd, és akiket üdvözöl az úton. 11-es, köszöntsétek Herodiont, az én rokonomat, köszöntsétek Narcissus, azokat, akik Jahuában vannak. Köszöntsétek Trifénát és Trifósát, kik munkálódnak Jahuában. Köszöntsétek a szeretett Persist, ki sokat munkálkodott Jahuában. Köszöntsétek Rufus, ki kiválasztott Jahuában és az ő anyját, aki az enyém is. Köszöntsétek Asinkritust, Flégont, Hermást, Patrobást, Merkúriust és az atyafiakat, kik velük vannak. Köszöntsétek Filológust és Júliát, Néreust és az ő nényét és Olimpást és minden szenteket, kik velük vannak. Köszöntsétek egymás szent csókolással, köszöntenek titeket Mesiák gyülekezetei. 17-es így folytatja, kérlek pedig titeket, atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el. Újra figyelmezt arra, amit korábban is írt, hogy akik viszályt szítanak a gyülekezeten belül, azoktól forduljanak el. Ha most elgondolkozunk azon, hogy mennyiféle felekezet van, akárcsak a kereszténységen belül, akkor értjük azt, hogy miről beszélt Saul. Jahua egységet akar, és egyértelműen megmondta, hogy mi a jó hír, mi az, ami az ő elvárása. A Tora instrukciók, illetve a Mesiákba vetett hit, ez, ami hozzávezet, akinél nincs meg, ez, az mind rossz úton jár. Ezért van ennyi felekezet ma, erre figyelmezteti is Saul, hogy azoktól az emberektől forduljanak el, akik ezeket a viszályt szítják, illetve elválasztják az embereket egymástól. Ez az egyik. A másik, akik a tudomány körül, amelyet ők tanultak, a körül botránkozásokat okoznak. Úgy, ahogyan ma, és ahogy mindig is a történelem során, mindig mindenki megtett bármit azért, hogy ne kelljen a Tora instrukció szerint élnie. Ez az, amit ők tanultak, hiszen ezt tanította a Mesiák, erről szólt az egész Rómaiakhoz levél, hogy, illetve az egész Brit Hadasá, az egész új szövetség erről szól, hogy mi az a tudomány, amit az embernek tudnia kell ahhoz, hogy eljusson Jahuához a végén. Ez az, amit ők tanultak. Ez a tudomány. De nézzük meg, hogy mit is ír erről a Tanák, ez ugye Misli 6-os fejezet, 22-es vers. Valahová mész, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélgette veled. Mi is ez? Mert lámpás a parancsolat, és a tudomány világosság az a fény, és életnek útat tanító fedése. Ez a tudomány, ami az életnek úta. A parancsolat az, ami a lámpás, és ennek a tudása, az a világosság az ember életében, és ez a kettő az életnek az útja. Úgyhogy a tudomány azonos a Tora instrukciókkal, és ez az, ami az életnek útjára vezet. Ezért mondtam a Siák, hogy én vagyok az út, hiszen ő az az út, aki eljött, megmutatta, hogy hogyan kell élni az embernek ezek szerint az instrukciók szerint hitből. De aki ennek nem hisz, annak Deberim, 5-ös fejezet elmagyarázza 32-33. Vigyázzatok azért, hogy úgy cselekedjetek, amint Jahuá, ti hatalmasságotok parancsolta néktek, ne térjetek se jobbra, se balra. Azaz kövessétek a keskeny utat. Mindig azon az úton járjatok, melyet Jahuá, ti hatalmasságotok parancsolt néktek, hogy éljetek, és jó legyen dolgotok, és hosszú ideig élhessetek a földön, melyet bírni fogtok. Azaz az az út, amelyet Jahua parancsolt. Ez az életnek úta. Tehelim 119 tovább értelmezi a tudomány
szót, jót cselekedtél a te szolgáddal, Jahu, a te igéd szerint, azaz az ő szava szerint, az okosságnak és tudománynak drága voltára, taníts meg engem, mert hiszek a parancsolataidnak. Minek előtte megaláztattam és tévelyektem vala úgy, mint ahogy mindannyian, most pedig vigyázok a te szódra. Azaz, aki vigyáz a szóra, az a megaláztatás és a tévelygés ellentétjét fogja elnyerni. A lényeg azonban az, hogy az ő parancsolatait teszi egyenlővé az okosságnak és a tudománynak a megértésével. Azt szeretné, ha erre tanítanám meg őt. És nézzük meg még egy verset, illetve egy példát erre, Misli második fejezet 6-10, mert Jahua át bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Mi az, ami tudomány és értelem? Mindig azon az úton járjatok, melyet Jahua ti hatalmaságotok parancsot néktek. Az ő parancsolatai az az út, amiről itt beszél. A tudomány, a bölcsesség, az út, a fény, a világosság, a lámpás, ez mind-mind az ő szava. Ez, ami vezérli az embert, ami rajta tartja a keskeny úton, ami az élethez vezet. Hetes. Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajst a tökéletesen járókra. Ki az igaz nyilván, aki ebben jár, aki tökéletesen jár, aki járja ezt az utat, amelyet ő kijelölt. Hogy megőrizze az igazságnak utait, mi az igazság? Zsoltárok 30-34. 119-es fejezet 30-34. Az igazságnak útját választottam, te ítéleteid fognak előttem ragaszkodom, a bizonyságait, az a te parancsolataidnak útján járok, taníts meg a rendeléseidnek útjára, megőrizem a te törvényedet. Ez az igazság útja. Ez az, amiről beszél Misli példabeszédek második fejezet. Hogy megőrizze az igazság útját, parancsolat, rendelés, bizonyság, ítélet, és kegyeseinek útját megtartja. Jahua az, aki megtartja. Az, aki az úton jár, az az, aki az élethez eljut. 9. Akkor megérted az igazságot, mi az igazság. Erről már volt szó az előbb, ítélet, bizonyság, parancsolat, rendelés, törvény. Ez összefoglalva az igazság. Megérted az igazságot, és törvényt, és becsületességet, és minden jó utat, hiszen ez a jó út, mert bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz. Tehát Saul, mint mindig, most is erre utal. Csak meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit is jelent ez a szó. Nyilván a tudomány nem azt jelenti, amit mi ma annak hiszünk tudománynak, a kémcsöveket, meg a laborokat, meg ezeket a dolgokat. Egyetem, hogy akkor ő más értelemben használta ezt a szót. Ő ezekre a dolgokra utal, csak ezt az embernek meg kell vizsgálnia, és utána kell járnia ahhoz, hogy pontosan megértse, hogy mi az, amiről Saul beszél. Amelyet tanultatok. Ők ezeket a dolgokat tanulták, hiszen ők a Mesiáktól tanultak, az apostolok, és azok adták tovább a gyülekezetnek. Erre hívja fel a figyelmet. Ha nem így jártok, ha nem ezen az úton jártok, melyik úton? Az igazság útján az ítélet, a bizonyság, a parancsolat, a rendelés, a törvény. Ezen, ha nem ezen az úton jártok, akkor észbe kell kapni és vissza kell térni az úton, aki nem ezt hirdeti, azoktól forduljatok el. Sajnos a világon ma a legkevésbé hirdetik ezt az úgymond egyházak. Ők azok, akik leginkább elfordultak, és ők fordítanak el a legtöbb embert ettől. Erre figyelmeztet. Egyrészt a szakadása, ami már bekövetkezett, másrészt pedig, ha nem az úton jártok, kapj észbe, és tér vissza az útra. 18. Mert az ilyenek Adonai Hussach másiáknak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak, és nyájas beszéddel, hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét. Ez számtalanszor elhangzott már ez a figyelmeztetés az írás során. Az egyik ilyen hely, ugye apostolok 20-as fejezet, mely így szó 29-30, mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Szó szerint erre figyelmeztet itt Saul, hogy lesznek emberek, sőt már akkor voltak is, akik össze-vissza mindenféle dolgokat tanítanak. Ez kiteljesedett már olyannyira, hogy majdhogy nem mindenki a rossz úton jár. Hiszen az út keskeny, és a kapu szűk,
viszont egyszerű, hiszen csak azt kell csinálni, amit a siák mondott. Amennyiben az ember eltér ettől, akkor rossz úton jár. Hogy nem látják az emberek, hogy rossz úton járnak, az egy rejtély, de valószínűleg azért, mert nem is akarják látni. Hogy nem egyértelmű az, hogy különösen a kereszténység, és biztos vagyok benne, hogy nem mindenki, és biztos vagyok benne, hogy a legtöbben nem szándékosan, azonban ez nem változtat a tényen, rossz úton jár. Hogy nem látják azt, hogy ellenére cselekesznek annak, amit a messiák tett, ez érthetetlen. Erre figyelmeztet itt Saul, erre figyelmeztet az apostolokban a messiák, de ugyanez volt a helyzet Jézikája 22-es fejezetben, és ameddig az ember visszamegy az írásban mindvégig. Nézzük, hogy mit is ír Jézikája 22-es fejezet, 26-28. Papjai erőszakot tettek törvényemen, és megfertésztették, ami nékem szenteltetett. Azaz, a törvény az, ami szenté tesz valakit, és a törvény az, amit mindenkinek követni kellene. Ugyanúgy akkor, ugyanúgy a legelején, az első, vagy második fejezettől, egészen az utolsóig. Mindig is a törvény lesz a helyes út. Különbséget nem tettek a között, ami szent, kodes, és ami a köz, és a tisztátalan, és a tiszta között különbséget nem tanítottak. A szombataimról elrejtették szemeiket úgy, hogy megszentségtelenítettek engem. Ezt mindenkinek tudnia kéne, ezt a verset. Nem tesz különbséget a kodes és a közönséges között, a szent és a közönséges, a tisztátalan és a tiszta között, elfelejti a törvényét, és kiemeli, hogy a szombatot elfelejtik az emberek, hogy nem foglalkoznak a szombattal. Miért nem lehet azt látni, hogyan nem lehet látni, hogy ameddig világ a világ, ahogyan azt ő megmondta, amíg az ég és föld el nem múlik, addig az ő törvényei állnak és életet adnak, és ez lesz az út. Előjárói ő közepette, mint ragadományt ragadozó farkasok, vértontani, lelkeket elveszteni, hogy nyerekedhessenek nyereséggel. Ugyanúgy, hogy az ő hasuknak kedvezzenek. Nyájasbeszéddel, hízelkedéssel megcsalják az ártatlanok szívét. Erről beszél Zikiel. Az előjárói ő közepette, mint a ragadományt ragadozó farkasok vértontani, lelkeket elveszteni, hogy nyerekedhessenek nyereséggel. Nem siáknak szolgálnak, hanem az ő hasuknak. Megcsalják az ártatlanok szívét. És prófétái mázolnak nékik, mázza, hiába valóságot látnak, s jövendőlnek hazugságot nékik, mondván így szól Jahua Elohim, holott Jahua nem beszélt. Azaz hazugságot szólnak, eltérítik az embereket a saját érdekeik miatt. Melyik útról? A törvényről. Az, hogy nem különbözteti meg a tiszta, tisztátalan, a kodes és a közönséges. A szombatról elfeledkezik, a törvényről elfeledkezik. Az, hogy fonák dolgokat beszélnek, a tanítványokat maguk után vonják. Az, hogy hízelkedéssel megcsalják az ártatlanok szívét. Ugyanaz az üzenet ismétlődik. De egyébként Mati Jahu 7-es fejezetben szintén elmondja a messiák, mert szoros az a kapu, keskeny az az út, mely az életre visz, az út, amely az életre visz, amiről az előbb beszéltünk, és kevesen vannak, akik megtalálják. Akkor hogy gondolhatja az 2,5 milliárd keresztény, hogy ők rajta vannak az úton, amikor most mondja, hogy kevesen vannak, akik megtalálják, szoros a kapu, és keskeny az út? Mire figyelmeztet? Őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Profétáim mázolnak máza, hiába valóságot látnak, s jövendőlnek hazugságot mondván, így szól Jahua, holott Jahua nem beszélt. Jézikiel 22 ugyanaz, mint ami Matityahu 7-es fejezetben a messiák beszél. Hogy hamis proféták jönnek. Gyümölcsékről ismeritek meg őket, vajon tövisről szednek egy szőlőt, vagy bojtorjánról fügét. Arra utal, nézzen körül mindenki abban az egyházban, abban a templomban, abban a gyülekezetben, ahol él. Nézze meg azt, hogy hogyan viselkednek az emberek. Ha az emberek a törvények szerint viselkednek, és ha látja ezeket a dolgokat, amikről is Saul beszélt, amiket felsorolt, akiket köszöntött, ahogyan azok az emberek éltek, ha ezt látja, akkor jó helyen van. Ha törvénytelenül élek, ha nem úgy élek, akkor pedig nem jó helyen van. Teljesen mindegy, hogy mennyire jók azok az emberek. Teljesen mindegy, hogy mennyit adakoznak, mennyi nagyszerű dolgot csinálnak, mennyi
mennyi ördögöt űznek, vagy akármi. A lényeg az, hogy rajta vannak az úton. Mi az út, a törvény, a bizonyság, az ítélet, a parancsolat. Ez az út, ha ezen rajta van, és jót cselekszik, halleluja. Ha nem, akkor rossz úton jár. Honnan tudjuk? Onnan, hogy ugyanebben a fejezetben, Matteus 7-esben, 21-24-ig leírja ezt. Nem minden, ki ezt mondja, Adonai, Adonai, azaz Uram, Uram, megyen be a mennyek országába. Azaz nem mindenki, aki így beszél, jut el. Hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Mi az ő akarata? Tehelim 40-es fejezet, 9-es fejezet, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem, O Elohim, a te törvény a keblem közepette van. Ez Jehua akarata, hogy a törvény a keblem közepette legyen az embernek. Ez az, amit ő akar. Az jut be, aki ezt cselekszi. Mi az? A törvény. Aki a törvény cselekszi, az jut el a mennyei atyához. Egyszerű. Sokan mondják majd nékem azon a napon, Adonai, Adonai, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, azaz lesznek, akik profétálnak a nevében, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket. Ördögöket is űznek, és tudják az ő nevét, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben. Hatalmas dolgokat, nagyszerű dolgokat érnek el majd az életben. Mindezek az emberek mondják, hogy Adonai, Adonai, Uram, Uram a végén. És akkor vallást teszek, majd néki sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, gonosztevők. Miért? Azért, mert gonosztevők. Mi a gonosztevő, aki nem az úton jár, aki nem cselekszi a törvény, bizonyság, rendelés, ítélet, parancsolat. Ez az út, ezek a gonosztevők, akik nem ezt cselekszik. Hezekiel, Ezékiel 33, illetve Ezékiel 18 a gonosztevőről beszél. Úgyhogy erre figyelmeztet Saul. Ezeket a dolgokat jelenti ez az egy verszak. Ha az ember nem értelmezi így, hanem csak megy a saját feje után, az, amit ő gondol, erről az egészről, arról, hogy tudomány, mi az, hogy megcsalni, mi az ártatlan, mi a bűn, mi a bölcsesség, stb., akkor nem fogja ezt érteni. És akkor nyilván félreértelmezi. Erre figyelmeztet Kefa Péter, másik Péter 3.16, 15-16-17-es versben. Hogy az emberek nem értik azt, amiről Saul ír, nem csak amiről Saul ír, hanem amiről az egész írás szól, mert nem értelmezik azt, és nem szánnak rá elég időt. Amennyiben követnék a parancsolatokat, az instrukciókat, a Torát, akkor lenne rá elég idejük, hiszen az egész szombatnap erre lenne szánva. Akkor minden nap tanulmányozhatna, akkor hétről hétre vissza tudna kerülni ebbe a ritmusba, hiszen minden szombat erre van számva, nem véletlenül azért találta ki, hogy az emberre lehessen ezen a napon, hogy segítse őt ezen az úton, és hogy vezesse előre, hogy tanítsa. Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott, azaz ők így élnek. Ők követik az utat, ők engedelmesek a messiáknak, és ezt mindenki tudja, hogy a római gyülekezet az engedelmesen élt. Örülök azért rajtatok, azaz örülök nektek, de akarom, hogy bölcsek legyetek jóban, ártatlanok pedig rosszban. Azaz tudjátok, hogy mi a jó, és egyáltalán ne foglalkozzatok a másik oldala. Azt szeretné, örül annak, ami van, de tudja, hogy amennyiben az ember nem követi a helyes utat, akkor el fog térni az útról. Ártatlanok pedig a rosszban, azaz, hogy ne ügyködjenek ott, ahol nekik nem kell. 20-as. Békességnek hatalmassága megrontja Satán a ti lábaitok alatt hamar. Adonai Jehusák másiák kegyelme veletek emmén. Azaz Elohim az, aki legyőzi az ellenséget az által, hogy elküldte siákot, aki egy áldozatot vállalt, kettő megmutatta az utat. Ez a jó hír. Mindenki, aki az úton jár és is elfogadja őt, az legyőzheti a végén Satánt ez által is eljuthat az életbe. Ugyanezt megtalálható egyébként Tehelim 110-es fejezetben 1-2 Daud Zsoltára. Mondta Jehova az én hatalmasságomnak, ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámoljul vetem a te lábaid alá. Azaz ő az, aki legyőzi. Hogyan? A te hatalmat pálcáját kinyújtja Jehova Sionból, uralkodja ellenségeid között Sionból, azaz Jeruzsálemből, és ez még nem más, mint Jehusa Hamásiák. Erre utal vissza, Matityahu 22.44, Jehusa, Hamásiák, ezt mondja, mondta Jahua az én hatalmasságomnak, ülj az én jobb kezem felől, míg nem vetem a te ellenséged, a te lábaid alá zsámoljuk. Szó szerinti idézet ebből a Zsoltárból. Úgyhogy a helyzet az, hogy Saul nem csak hogy a helyes úton járt, ahogyan ő azt elmondta, apostolok 24, 24-es fejezetben,
hanem pontosan tudja azt, hogy miről beszél, és jobban ismeri az írást, mint valószínűleg a legtöbb ember ma. És használja is azért, hogy tanítsa az embereket. 21. Köszöntenek titeket Timóteus, az én munkatársam, Lucius, Jáson, Sosipáter, az én rokonai. Ugye ezek az emberek mind üdvözletüket küldik. Ugyanúgy, ahogy Tertius, ki e levelet írtam, azaz Tertius írta a levelet. Köszönt titeket Gájus, aki nékem és az egész gyülekezetnek gazdája, azaz Gájus vezeti ezt a gyülekezetet. Köszönt titeket Erástus, a városnak kincstartója és Quartus atyafi. 24. Adonai Jehusa Hamásiák kegyelme minnyájan ti veletek. Ami, ugye azok a gyülekezet, a különböző gyülekezetek üdvözlik egymást ezen a levélen keresztül. 25. Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én jó hírem, és Jehusa Hamásiák hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el van hallgatva, ki is az, ugye azt mondja, hogy annak pedig. Tehát valakire utal, a végén ez kiderül, hogy ez Elohim. Maga Yahua, az atya. Annak pedig, az atyának pedig, aki titeket megerősíthet az én jó hírem, és Jehusa Hamásiák hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Elohim parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség véget minden pogányoknak tudomására adatván, és itt mondja azt, hogy kinek, az egyedül bölcs Elohimnek, Jahusa Hamásiák által dicsőség mindörökké. Amén. Tehát nem egy és ugyanaz a kettő. Elohimnek ad dicsőséget Siák által, ugyanúgy, ahogy mindig is kellene nekünk. Nagyszerűen megfogalmazza, ahogy mindig is tette. Ugyanerről a titokról ír Efézusiakhoz 3. fejezetben, 9. verstől, és hogy megvilágosítsa mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Elohim ama titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva Elohimben, aki mindeneket teremtett Jehusa Hamásiák által. Azaz Elohim teremtette Jehusa Hamásiák által. Két külön karakter, az egyik irányítja a másikat. 10. Azért, hogy megismertessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal, a gyülekezet által, az Eklízia által Elohimnek sokféle bölcsessége. Azaz eljön a tudás az egész világra, elterjedhessen a négy sarkára, és azáltal aztán megítéltetik majd a világ. Ama az örök eleve elvégzés szerint, amelyet megcselekedett Jehusa Hamásiákban, a mi hatalmasságunkban. Akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk, az ő benne való hit által. Azaz úgy járunk, ahogy ő járt, és hiszünk ő benne. A titok pedig ez. Ez az a titok, ami el volt rejtve kezdetektől fogva ebben a könyvben, hogy el fog jönni a megváltó, aki az egész világot majd megváltja. És megmutatja az utat, és aki úgy jár, és úgy él, és úgy gondolkodik, és úgy cselekszik, és hisz benne, az fog eljutni a végén a keskeny úton, a szoros kapun keresztül be az életbe. Ez a titok, ami kezdetektől fogva el volt rejtve, akár a fejedelemségek és a hatalmasságoktól is. És ez mutatkozik meg ma a gyülekezetekben, legalábbis ez kellene, hogy megmutatkozzon. Ez pedig Lukács 8-as fejezet 16, senki pedig, ha gyertyát gyújt, nem fedi azt valami edénnyel, se az ágy alá nem rejti, hanem gyertyatartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a világot. Ez pedig az ugye, ahogyan az ember él, nem elég az, hogyha az ember hallgatja a törvényt, vagy tudja, vagy ismeri, vagy gondolja, vagy beszéli, hanem úgy is kell élnie, ez lesz az, hogy az ember megmutatja ezt a világosságot. Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs olyan rejtett, mely ki ne tudodnék, és világosságra ne jönne. Ez a titok is kikerült, mint ahogy az összes többi. Ez az, ami örök időktől fogva el volt hallgatva. Mi? Még egyszer. Most pedig megjelentetett a prófétai írások által, Elohim parancsolata szerint, hitben való engedelmesség véget minden pogányoknak tudomására adatván.
Mi a prófétai írás? A prófétai írás mind ugyanarról szól, az egész könyv ugyanarról szól, hogy eljön majd az a messiák, az a felkent, az a megváltó, az a karakter, aki elhozza majd az üdvösséget az egész világra. Ez a prófétai írás, erről szól az összes próféta. És majd ő megváltja a világot. Honnan tudjuk? Tehelim 40-es fejezet például. 8-as, akkor azt mondtam, e-mail jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ez kedvelem, ó, hatalmasságom, a te törvényed a keblem közepette van. A könyvtekercsben jön. Ő róla van írva, ez volt a messiák. Ő az, akinek a törvény a keble közepette van, aki tökéletes volt, aki megmutatta az utat számunkra, megjelentetett a prófétai írások által, Elohim parancsolata szerint, hogy aki hisz benne, és engedelmes, azaz úgy él, az fog eljutni majd a teremtőhöz. És dicsőség mindörökké, amán, vagy amén, Elohimnek, azaz Jahuának, messiák által, aki főpap, aki az ő jobbján ül, akin keresztül el tudunk jutni hozzá. Ez az örök, ez a titok, mely örök időktől fogva el van rejtve, és megjelentetett abban az időben, amikor Saul ott volt, illetve röviddel azelőtt, amikor ugye a messiák élt. Maga a messiák volt az a titok, ami megjelentetett. Nézzük meg, mi ez a titok szó még mielőtt befejeznénk. Mysterion, ez a szó. Strong's G, 3466, Mysterion. Mysterion. Mely egy rejtett dolgot jelent, egy titkot, vagy egy talányt, vagy rejtét általában véve ez a jelentése. Egy olyan dolgot, amit csak azok értenek, akik beavatottak, és nem közönséges halandók. Úgyhogy az, aki érti, hogy itt miről van szó, az magát beavatottnak hívhatja. Aki érti azt, hogy mi volt ez a titok, amiről beszélt, hogy az összes proféta, az egész könyv maga a törvény. Ez az egész könyv egy emberbe gyúrva megjelent a világon, amiben a Ruach Kodesh, ami az Elohimtől van, az munkálkodott, hogy megmutassa nekünk, hogyan kell élni. És az ő áldozata az, ami révén üdvözölhet az ember a hitből, és aztán a hit cselekedetekben nyilvánul meg. Ez a titok, melyet ért az, aki beavatott. És az úgy él, úgy cselekszik, úgy gondolkodik, úgy beszél, és úgy hisz. És eljut majd a végén a keskeny úton, a szűk kapun, az élethez, ami nem más, mint Yahuwah, az Atya. A fény, az élet, ő az, ahova el akarunk jutni. Ez az, amit azok értenek, akik beavatottak. Ezt jelenti maga az a szó titok, Mysterion. Másik értelemben egy titkos vagy rejtett dolog, ami nem egyértelmű az értelem számára. Ezt jelenti maga a szó titok. Ez Elohim titka, ne felejtsen senki, amit itt összefoglalt Saul, ez a titok, mely el van rejtve kezdetektől fogva, melyet Elohim rejtett el. Ez az a titok, mely az életbe visz, amelyet Yahuwah, az Atya elrejtett azok számára, akik hajlandóak kikutatni, és aztán hajlandóak fog a körömmel ragaszkodni, és járni ezen az úton, és mindent feláldozni azért. Ez az a Mysterion, amit csak a beavatottak érthetnek, és nem a halandók, ez egy ilyen úgymond vallásos idézőjelbe tett titok, ami nem egyértelmű az értelem számára. Azonban az ellenségnek is van egy titka, amit elrejtett, ez pedig Higgaló 17-es fejezet 4-től 6-ig láthatjuk. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesítetett vala arannyal és drágkövet gyöngyökkel, kezében egy arany pohár vala, tele utálatosságokkal és az ő parázaságának tisztátalanságával. Az ő homlokára egy név vala írva, Mysterion, azaz titok, a nagy Babilon, a paráznáknak a föld utálatosságainak anyja. Ez az ellenség titka. Mindazok a dolgok, amelyek utálatosak Elohim előtt, mindazok a dolgok, amelyek a világ dolgai, ami a világban van, keveredés, az, hogy mindenki elfogad mindenkit, a majom szeretet, és a többi, és a többi. Ezek a dolgok mind-mind a világ dolgai. Ezek a utálatosságok összefoglalva a titok,
Azért titok, mert csak azok értik, akik beavatottak az ellenség dolgaiba. Azok tudják pontosan, hogy ők ellenére cselekszenek az életnek, és hogy az embereket félrevezetik, ugyanúgy, ahogy megbeszéltük a fejezet során. Azok a farkasok, a proféták, akik eltérítik az embereket az útról. Ez a másik titok, az, ami szintén nem ismert azok előtt, akik nem beavatottak, és a legtöbb ember számára, a halandók számára, a közönséges emberek számára. Nem negatív értelemben, hanem az átlag ember számára. Ez a két titok az, amit az embernek ismernie kell. A világ titka és Yahuwah titka. A világ titka az, ami a halálba vezet, Yahuwah titka az, ami az életbe vezet. Nézzük meg még azt, hogy mely örök időktől fogva el volt hallgatva, ez az el volt hallgatva, kifejezés pedig. Strong's G 4601 Sigao. Sigao. Ami annyit tesz, hogy elhallgatni valamit, csöndbe maradni, vagy valaki egyszerűen csak nem szólal meg, hogy békességben maradjon, és elrejteni valamit. Ezt jelenti a szó. Ha egyel visszább megyünk, és megnézzük a szót tő. Strong's G 4602 Sigei. Sigei. Mely annyit tesz, hogy csend, vagy csendesség, vagy némaság. Úgyhogy remélem, hogy hasznosnak találtátok, és érthető az, hogy egyrészt Saul minden egyes versben, minden egyes megnyilvánulásában a Mesiák által kijelölt úton járt, és erre tanította az embereket. Ez nem egy egyszerű nyelvezet, ahogyan ő ír, de annál nagyszerű. És hogyha az ember rászánja az időt, és használja azt a könyvet, melyet ők használtak akkor, amit ma Ószövetségnek hívnak, amire azt mondják, hogy már szükségtelen, már beteljesedett nekünk, már új szövetségünk van. Ha használjuk azt a könyvet, amit ők akkor használtak, mert csak ez állt rendelkezésükre, akkor meg tudjuk érteni azt, hogy miről beszél Saul. Mint ahogy biztos vagyok benne, hogy ezek a gyülekezetek tették, megkapták a levelet, voltak emberek, akik értették, hogy miről szól a Tanakh, az úgynevezett Ószövetség, és megvizsgálták, hogy mit is ért Saul azon, hogy kegyelem. Mit is ért azon, hogy eklézsia, vagyis gyülekezet. Mit is ért azon, hogy jó. Mit is gondol, hogy ártatlan, hogy engedelmesség. Az, hogy tudomány, igazság, szent. Mi az, amire erre gondol, amikre gondol, amit azon ért, mikor ezeket a szavakat használja. És megvizsgálták, és rájöttek, hogy ő arra buzdítja őket, hogy értsék meg, hogy amennyiben úgy cselekszenek, és úgy élnek, és megvan a hitük, akkor fognak tudni eljutni a Teremtőhöz. És az életbe a vége. Ezek után még befejezésül annyit, hogy nézzük meg, hogy mit is jelent Saul neve. Ez nem más, mint Strong's H7586. Saul. Saul. Saul, aki ugye több karakter is viselte ezt a nevet, a leghíresebb az talán kis leszármazottja Saul, aki Benjamin törzséből származott, és ugye Daud, vagyis Dávid királynak az ellensége volt. Saul annyit tesz, mint áhított, vagy óhajtott, vagy az, akit valaki kért, ugyanis az emberek egy királyt kértek. Ugye ennyit tesz Saul neve, akit vár, akit óhajt, akit kíván. Ha egyel visszább ásunk, akkor meglátjuk a szó tövét, mely Strong's H 7592 Sha'el Sha'el and second entry Sha'el Sha'el. Ez pedig annyit tesz, mint kérni, vagy tudakozódni, vágyakozni, vagy pedig ismét csak kölcsönvenni, kérni, követelni valamit. Ugye az emberek akkor egy királyt kértek, Yahuwah helyett, mint a többi nemzet, ezért hívták ugye Saulnak, hiszen erre vágyakoztak az emberek. Ennél érdekesebb azonban a piktografikus jelentése a névnek Saul, ami ugye Shin, Alef, Vav és egy Lamed, a Shin,
mint a két első fog, ami éles, vágó, szúró dolgot jelent, a lef, ami tanítást, vagy magát az atyát jelképezi, egy ökörfej, és a vezetőt jelképezi, a wav, ami egy sátor levelő szeget jelent, egy szeget úgy általánosságában véve, ami biztosít valamit, illetve a lamed, ami egy pásztorbotot jelent, ami tanítást vagy vezetőt jelképezés azt jelenti átvitt értelemben. És ezeket összerakjuk, akkor látjuk, hogy a shin, a lev, wav és a lamed azt is jelentheti, persze ez mindenkire rá van bízva, hogy hogy értelmezi, hogy az atya tanítása az mint egy szeg úgy vág vagy szúr. Akár csak a kétélű kard, amire utal számtalanszor az írásban. Ezzel pedig elérkeztünk a végére ennek a sorozatnak. Remélem, hogy más is legalább annyit tanult belőle, mint én, és hasznosnak találtátok mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!